üdvözlöm az internetnézőket, illetve azt, hogy a polgármester úgy jelezte, hogy a mai napon hivatalosan nem vesz részt a testületülésen. Köszöntöm a képviselőtestületalkat. Ezek 2019. március 26-án a testületülésünkön, immár el a márciusban a negyedik testületülés, az nagyon ritka, és ezért a képviselőtől nem elnézést, hanem türelmet kérek. A legközelebbi testületülés ebből kifolyólag tervezetten április 30-án lenne, tehát most lesz előttük majdnem egy egész hónapos szünet. Ugye erre azért került sor egyrészt, mert pályázatúton közbeszerzések történnek, építkezések kezdődnek a 2019-es évben, valamint a közművelődésnek tettünk eleget két esetben is, Tengericen is és Szőlőhegyen is. A mai képviselőtestület ülésem a kiküldött napirendi pontokhoz annyi kiegészítésem, hogy 8 napirendi pontot fogunk tárgyalni. Az egyebek, az átülés nem lesz, az egyebek napirendi ponton belül pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 napirendi pontban fogunk még tárgyalni. Valahol ismertetésről van szó, valamelyiknél pedig a képviselőtestület döntésére lesz szükség. Megkérdezni, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek észrevétele vagy javaslata? Nincsen, aki egyetértek észrevétele jelezze. Köszönöm szépen. A jelentése a lejárt határidő határozatokról, mielőtt még belekezdünk a napirendi pontokban. A jelentése a lejárt határidő határozatokról mindenkinek elküldtük, ehhez nekem kiegészíteni való nincsen. Ehhez kérdezném a képviselőtestület egy tagot, hogy van-e kérdés. Nincs, aki elfogadást javasolja és egyetért vele, lejárt határidő határozatokról kérem készfeltartást jelezze. Köszönöm szépen. A következő az előterjesztés. A napirendi pontok előtt pedig a beszámoló az átkorázott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. A polgármesteri döntés az elmúlt képviselőtestület óta felsorolásra került, jegyzői döntés az elmúlt képviselőtestület óta viszont nem volt. Ezt is mindenki ugye megkapta. Jegyző azt, hogy ehhez van-e valakinek kérdése. Nem látok, aki egyetért az előterjesztésre, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Még miért napirendi pontokra átérnénk, annyit elmondani előzetesben, hogy a mai napon került volna a körzeti megbízottunk bemutatásra hivatalosan a képviselőtestületi tagok előtt. Erre azért nem kerül sor, mert 3 hetes tanfolyamon kell neki részt venni, és ez a tanfolyam lejárt után április 30-án, április 30-a ülésen bemutatásra kerülni. Viszont a képviselőasszony megkértem, hogy az áprilisi, vagy a májusi számban kerüljön már bele az interjú az újságban, valamint egy fotót tegyünk közzé, hogy mindenki számára közismert legyen, ki a körzeti megbízottunk, és ugye az önkormányzat hivatalos információs lapjában kerüljön az bele, ezt megelőzi majd a bemutatást, de még egyszer hangsúlyozom, április 30-án fog bemutatásra kerülni, valamint az ő személyével kapcsolatosan azt a most már biztos információ, hogy a húsvétot már itt fogja tölteni, tehát addigra megtörténik a szolgálati lakásnak a számára történő kiutalása és a költöztetés is. Az első napirendi pont az önkormányzat 2019 évi költségvetésről rendelet módosítása, a pénzügyi bizottság javasolta, nem nagy módosításról van szó. Megkérem a Ildikót, hogy ismertesse a képviselőtestületet a napirendi. Ez egy olyan módosítás, ami a bevételi kiadási főösszeget nem érinti, hanem abban van változás, hogy az önként vállalt feladatok közé bizonyos tételeket átcsololtunk, ez a kötelező feladatok közül kikerültek. Ide tartozik például a civil szervezetek támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, a mezőri szolgálat, tehát minden olyan, amit az önkormányzat önként vállal. Ennek a kiadási és a bevételi oldala és módosítása került, úgyhogy összességben ennyit jelent csak az egyes módosítás. Köszönöm szépen. Kérdés kollégám, hogy nem látom, aki az előterjesztésre egyet kérem, hogy ezt feltartásra lehet. Köszönöm. Második napirendi pont. Polgármesteri hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkezés térítési díjára megalapítása szóló rendelet tervezet megtárgyalása. Minden esetben a pénzügyi bizottság tárgyalja az elfogadás javasolás előtt a képviselőtestület elfogadását megelőzően. A pénzügyi bizottság javasolta, pár mondatban kiegészítve csak annyit, hogy a legutolsó emelés a térítési díjakban 2016. április 1-jével volt. Felülvizsgálatot kértem a térítési díjakra,
ugye itt már közel 3 évről beszélünk, és azt a megállapítást nyertünk, hogy a térítési díjakhoz hozzá kell nyúlni olyan szinten, hogy még versenyképesek maradjunk. A versenyképességet természetesen a településen belül érthető. Megvizsgálták az élelmezés vezető, a pénzügyi vezető ezeket ezt a felkérésemet, és a pénzügyi bizottság elé így került előterjesztésre. Viszont a napirendi pontban megkérem a kolléganőmet, hogy ismertesse ennek az összeállítását, hiszen a kiküldött anyagban is több szám szerepel. Itt az állami normatívát, a vendégétkeztetést, a gyermekek étkeztetését, a rezsiköltséget, a 6 főnek, ugye a 6-an dolgozza a konyhán, mint közalkalmazott, azoknak a bér és járulékos költsége, sok-sok minden szereplős, de összességében a 2019-es évben május 1-től szeretnénk az étkezés térítési díjának a megemelését. Igen, csak röviden, tehát 2019-es évre kalkulálunk egy versenyköltséget, ezt mindig az előző évek alapján tesszük meg, illetve egy rezsiköltség az, amit nagyjából adott, ugye a közüzemi díjakat nem tudjuk pontosan, illetve van egy tervezett adagszám, ami mindig az előző évek alapján kerül meghatározásra. Ezeknek a számoknak az alapján kaptuk a nyersanyag költségbe 376 forint felépkezési nap per adagot, illetve a rezsiköltsége 277 forint jött ki. Így egy saját előállítás rövid költsége nettó az 653 forint. És ennek a segítségével került meghatározásra a szociális étkeztetés, illetve a gyermekétkeztetés térítési díjai. Ugye a szociális étkeztetésnél 220 forint per adag per nap állami támogatást kapunk, ez már évek óta nem változott ennek a mennyisége. A gyermekétkeztetésnél ott egy kicsit eltérőbb ugye a támogatás, mert az óvodások 2 gyermek kivételével teljesen ingyenesen kapják az étkeztetést, és az iskolásoknál pedig ugye akik rendkívül gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, ők a 100%-ban támogatottak, a több gyerekesek 50%-át támogatja az állam, és ők kalkulálnak ebből egy munkabértámogatást, tehát egy rezsitámogatást tulajdonképpen is egy nyersanyagra. Tehát ezt minden évben a lejelentett adagok alapján kapjuk meg. És tulajdonképpen így jár elő ennek az egész rendszernek a működése. Térítési díjakhoz is az állami támogatásokon adódik. Köszönöm szépen. Ez van a valakinek észrevétele. Nem látok, akkor 2019. május 1-től az előterjesztésben szereplő számadat alapján fogjuk megemelni az étkezési térítési díjakat. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartása jelentet. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont a 2019 évi közbeszerzés terve. Ugye közbeszerzés alá esnek azok a terveket, akkor kell csinálni közbeszerzés tervet, hogyha a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelnek, és bizonyos értékhatárt előírnak, ezért kell közbeszerzést lefolytatni, mivel az idén 2 ilyen beruházás lesz, az egyik az egy járda építés, a harmadik ütemi járda építés a közbeszerzés alá, hiszen 25 millió forintot meghaladja maga a beruházás, valamint a bölcsödének az építése. Mind a kettő jelenleg március 26-án egyik pályázatot sem tudunk beszámolni, az, hogy nyertes pályázat lenne. De ettől függetlenül, hogy megfelelő időben tudjuk szerződést kötni a kivitelezővel, a közbeszerzést el fogjuk indítani. Közbeszerzési tervben 2 szerepel, a bölcsődeépítés és a járdaépítés. A beszerzésre azért kerül sor, hogy előbb van egy ilyen lehetőség, hogy feltételes közbeszerzés, még a pályázat elnyerését megelőzően közbeszerzést lehet írni. Ez nem köti le az önkormányzatot, nem vállal elkötelezettséget, hiszen hogyha bármelyik pályázat nemleges támogatásban részesül, tehát nem nyerjük el, akkor a közbeszerzés automatikusan megszűnik. Viszont, hogyha elnyeri, akkor ezt a időben rengeteget spórolunk, és így tudjuk tartani magunkat azokhoz a kivitelezési dátumokhoz, amit a képviselőtestület letette a voksát, még a költségvetés elfogadásakor. Jegyzőasszonyt megkérem, hogy röviden ezt ismertesse. Tehát most március 31-ig kell elfogadni a közbeszerzési tervet az önkormányzatoknak, és itt
és ahogy polgármester úr elmondta, két olyan beruházásunk lenne, ami a közbeszerzési értékhatárokat, a nemzeti értékhatárokat eléri, és mivel feltételes közbeszerzésről van szó, ez elindítható, még azelőtt nyílt a pályázaton nyerne, vagy tudnánk, hogy nyer az önkormányzat, és végül is amennyiben nem lesz belőle, tehát a közbeszerzést nem tudjuk elindítani, majd még lehetőség van az év folyamán módosítani a tervet is. Vagy hogyha esetleg előfordulhat olyan, hogy plusz még közbeszerzést kell beiktatni az idejébe, akkor ugyanúgy módosítani lehet. Tehát ez nem egy kőbevésett valami, ez jelenleg egy ilyen terv, amit elfogad a testület, és ha módosítani kell bármikor, ez megtörténhet. A kiküldött anyaghoz képest, ahogy megfordítják a képviselőtársaim, akkor az eljárás és a szerződés esetében, ha megfordítják a kiküldött lapot, ott van egy táblázat, ott az 2019 év első negyedéve van meghatározva az eljárás megindítására, ez nem sikerül ezen a héten még kivitelezni, ezért átcsúszik a második negyedévre, tehát az a javítás kerül bele, hogy az eljárás megindításának tervezett időpontja 2019 év második negyedév, mind a kettő esetben az a bölcsödénél is, és a járdaberuházásánál is, valamint ezt követő táblázati rubrikában van a szerződés teljesítésnek várható időpontja, az a 2019 nem harmadik negyedév, hanem a negyedik negyedév mind a két esetben. Így teszem fel most a kérdést, aki az előterjesztést elfogadja, kérem kész feltartással jelezze. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság ugye tárgyalta. A nem közművet negyedik napi rendőrpont, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés. Ezeknek a feltételeit jegyző asszony kérem ismertesse a testülettel. A mostani testületi feladat az lenne, hogy a közszolgáltatási szerződést, amennyivel a testület hozzájárul, el kellene fogadni. A második, tehát az áprilisi ülésen lenne majd egy következő napirend, ezzel kapcsolatban az pedig majd az önkormányzati rendelet, ami szabályozza ezt a közszolgáltatást. Azt egyelőre elkészítem, és mivel véleményeztetnem kell még két hatósággal, ez időigényesebb. Tehát a legfontosabb most az lenne, hogy mivel március 31-en lejár ez a közszolgáltatási szerződés, amit Balogh József felügyelőjogi vállalkozóval kötöttünk 5 éve, ezt a szerződést újra meg kéne kötni, ugyanis az előzetes tárgyalások alapján ő vállalná továbbra is a közszolgáltatást. A feltételrendszerrel rendelkezik továbbra is, tehát telephelye is van, tárgyi eszközei is vannak, még március 31-ig a mezőföldvízzel a szerződése él, hogy oda viheti a szippantott szennyvizet. Amikor a testület esetleg elfogadja a mai napon ezt a szerződést, tervezetet vagy szerződést, akkor a mezőföldvizet én fogom értesíteni, és akkor reméljük meghosszabbítják vele a szerződésüket ők is. Szintén 5 évre kellene megkötni a szerződést a Balogh úrral, amennyivel a testület hozzájárul, és az ár az ugyanúgy 1700 forint per körméter maradna, mint az elmúlt 5 évben. Annyi különbséggel, hogy most két tényezős díjat kell megállapítanunk, ami alapdíjból és ürítési díjból áll, de ezt részletesen leírtam az előterjesztésben, meg az összeget is. Úgyhogy most amennyivel a kiküldött tervezettel egyetértene a testület, akkor kérném szépen megtárgyalni és elfogadni. Jó, köszönöm. Van ehhez valakinek kérdése? Akkor jegyzőasszony által ismertetett feltételek alapján az előterjesztéssel a kérdések kérem kész feltartása elvégzett. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont az 5-ös. Beszámol a testvér települési kapcsolattartásról. Itt a képviselőtestületnek összefoglaltuk, hogy a testvér település ugye Kárpátalján lévő Szőlő Gyulával kilakított testvér kapcsolatunk 2018-as évben mire korlátozottak. Itt felsorolásra került ugye, hogy a táborozásban vettek részt a gyerekek, valamint ugye gyűjtést szerveztünk az év végén nekik, ez lett összefoglalva. A 2018-as évben erre korlátozott a testvér települési kapcsolatunk. Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele? Nem látok. Aki egyetért, kérem közfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Itt jegyezném meg, ha akar, mivel aktuális is, pont a mai napon kaptuk meg
a választ benyújtottunk, ugye a testvértelepülési pályázatunkat, 400 000 forintot nyertünk el a testvértelepülési pályázat rendezvény sorozatának a lebonyolítására. Az idei évben annyival egészül ki, hogy a holnapi napon, holnap utáni napon elsősorban egészségügyi szállítmányt szállítunk ki, és egy házi segítségnyújtási szolgálat rendszernek a beindításához viszünk támogatást is egyéb más, elsősorban egyházi jellegű támogatást, hiszen az egyház indította be ezt a házi segítségnyújtást. Ezen fogok részt venni, ezt követően az óvoda, két óvoda között egy csere, pedagógusi csere kiránduláson vesznek majd részt. A kárpátaljai pedagógusok három főre pályáztuk, hogy szeretnék eljönnek és tapasztalatot cserélnének. Éppen ezek a hónapi delegációban az óvoda vezető részt is fog venni, ezt fogják megtárgyalni. A nyári táboroztatás július hónapban tervezzük, és az év végét meg ugye nem látjuk teljesen, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz elegendő a pénzünk, ezeket tervezzük. Most csak ez zárójelben jegyeztem meg ennél a napirendi pontnál. De már arról be tudok számolni, hogy most márciusban gondolok, hogy megnyertük a pályázatot. Igaz, nem teljes összegben, mert 804 ezer forintot igényeltünk, és 400 ezer forintra hagyták jóvá a pályázatot. Majd meglátjuk, hogy mi fér ebbe bele. A következő napirendi pont a Toskövest község településnevezési koncepciónak a település szerkezeti tervének az előttes tájékozott a szakaszban a véleményezése. Annyi kiegészítést tennék el ez a napirendi ponthoz, ami szintén megkaptam a képviselőtársaim, hogy a természet és az épített természetvédelmi örökségünkkel kapcsolódunk a zöld úttal Kövesdhez, és erre szeretném, a különös tekintettel lennének majd a kövesdi településrendezési terv kapcsán, hiszen közigazgatásilag is határosak vagyunk, valamint ebben a projektben pedig együtt is dolgozunk. Más különösebb együttműködés vagy észrevételünk feléjük nincsen, vagy nem volt. Esetleg ezt jelzi azt, hogy majd már feljegyezte, és ezzel együtt küldjük majd vissza a válaszunkat. Megkérdezem a képviselőtestület, hogy van esetleg más észrevételünk ehhez az előzetes előterjesztéshez képest. Nem látom, akkor aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, hogy ezt feltartásra jelezze. Köszönöm. Jelzi azt, hogy akkor ezzel, amit beszéltünk, az a kiegészítéssel menjen vissza akkor az anyag. 7. naprendi pont, 6 nagyközség településrendezési terv módosításának előzetes tájékoztatási szakasza véleményezése. Fattal ugyan közigazgatásilag határosak vagyunk, de a közös projekt nem fut, valamint egy dologot jeleztem ott is meg, hogy az elrendészeti telepnek a kialakítása az most kerül kialakításra, már a pályázati szakaszban. Ez azt jelenti, hogy a Jövőnk Energia Területfejlesztési Alapítványnál, azt hiszem most szám szerint nem tudom pontosan, de 9 település, akár a JETA-hoz tartozik, közösen szeretne egy elrendészeti telepet létrehozni, és itt FAD lenne ehhez a gesztor, ott is lenne kialakítva. Ezzel kapcsolatosan kértem meg a jelző azt, hogy az előterjesztésben ezt FAD nagyközsége a településrendezési koncepcióban már jelölje meg, hogy Tengelic ebben mindenféleképpen szerepet szeretne vállalni, akkor is, hogyha le kell mondani a JETA-nál egy bizonyos ablakról is szeretnénk azt létrehozni, hiszen ez a feladat kötelezően végrehajtandó fel a településeknek, viszont egyéb más állami normatívat erre pályázat után nem lehet igénybe venni. A JETA pályázat kiírókkal, a kuratóriummal már egyeztetett ez a jópár település, és elméletileg az idei évben, július-augusztusban kiírásra kerülő pályázatban ez már szerepel egy olyan ablakkal, amivel szinte célirányosan tudunk pályázni. Ezzel a kiegészítéssel szeretnénk küldeni az anyagot. Más észrevételem nekem ehhez nem volt, képviselőtársaimnak van-e. Nem látok, aki ezzel egyetért, ezzel a módosítással kérem készfeltartást jelezze. Köszönöm. 8. napirendi pont, FAD környék egy gyepmesteri társulás társulási megalapodásának módosítása. Ez a gyepmesteri társulási módosítás az arra került sor, hogy a Bogyiszló önkormányzatát idézőjelben kizárjuk ebből a társulásból, mert azért arra kerül erre sor, mert a beküldött anyaghoz képest azok pályázhatnak a JETA-ba, aki JETA-s település, aki nem az, az nem pályázhat, és hogy ne bújítsa meg
pályázati lehetőséget, ezért az önkormányzatot kizártuk, nyilván a polgármester úrral megbeszélve, hogy megpályázunk, és a sikeres pályázat esetén ennek az ebrendezeti telepnek a lényeg az, hogy nem csak saját magunkat látja el, hanem reményeink szerint egy körülbelül 60-70 ezer embernek a települést érintően ezt az ebrendezeti telepet úgy szeretnénk szolgáltatna, és így Bogyisztó nem az alapító, hanem szolgáltatói viszonylatba tér vissza a társuláshoz, tehát a szolgáltatást fogja igénybe venni, nem csak ő, még egyéb más is, de jelenleg nem ilyet a jogosult önkormányzatról van szó. Ben Bogyisztót mondtam, bocsánat, tehát már elsbített. Tehát Őcsény a településeken kívül esik, de Őcsény, Bátos, Árpilis, tehát elég nagy távolságokra, 50-70 kilométer környékű, vagy kilométeres körben tudnak beszállítani ebrendezeti telepre. Tehát ez egy egészen Dunaföldvárig el tud menni, ugyanis az a dolog nincsen megoldva. Tehát erre kell ez a módosítás. Előterjesztéssel a kérdéket kérem készfeltartása jelezve. Köszönöm szépen. Egyebek napirendi pont. Az egyebek napirendi pontban a közbeszerzési szabályzat azt megkérdem, hogy edző azt mondja, hogy ezt az egy napirendi pontot ismertesse a képviselőkkel. Tehát ugye közbeszerzés előtt állunk, és mielőtt az eljárást megindítanánk, felül kellett vizsgálni a jelenlegi közbeszerzési szabályzatunkat, amit módosítani is kellett volna, mert ha 2018 óta már csak elektronikus úton lehet az eljárást lefolytatni, tehát már papír alapon nem, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a közbeszerzési szabályzatba is ezt be kell építeni a felelősségi renddel, a hatáskörökkel együtt, és mivel ez ma készült el, ezért ez még nem egy kiküldött anyag, hanem most a testületülés előtt adtam oda a képviselőknek, úgyhogy ha gondolják, egy kicsi időt szánnánk arra, hogy elolvassák, vagy ha van esetleg kérdés, kérdezzenek. Hasonló a felépítése, mint a jelenleg hatályos szabályzaté, csak beépítésre kerültek az elektronikus közbeszerzési eljárásrenddel kapcsolatos rendelkezések. És gyakorlatilag azért kell, vagy ezért fogadtatnánk el új szabályzatot, mert elég sok minden, ugyanakkor elég sok minden is változott meg, amit át kellett volna. Így egyszerűbb, mint módosítgatni a különböző rendelkezéseit és a pontokat. Egyébként április 1-jén lépne hatályba, tehát mire megkezdődnek a beszerzési eljárások, addigra már ez szerint dolgoznánk. Na mondom, én odaadtam mindenkinek, úgyhogy amennyiben. Jó, akkor hagyunk egy kis időt, még átadunk mindenkinek, hogy egy percet, jó? Körök is hasonlóak, mint az előzőben voltak, tehát a testületi döntés mindenképpen kiválasztani a nyertes ajánlattevőt, tehát ez nem változott. A bírálóbizottsági tagokat polgármester úr jelölné ki továbbra is, és akkor nyilván az előkészítő munkát, meg az adminisztratív munkát azt a jegyző és a polgármesteri hivatal végezné továbbra is. Tehát nagyon nagy változások nem lennének a mostani szabályzatban sem. Hát igen, a elektronikus közbeszerzési eljárás miatt le kellett írni, hogy ki mit csinál. Tehát a lényeg az, hogy elektronikus közbeszerzési eljárás miatt bele kellett írni, hogy ki mit fog csinálni. Ez kötelező. Az összes többi modul az nem változott, mert a közbeszerzés azt hagyta a törvény ugyanúgy, ahogy eddig volt, de ennek meg kell lenni, és ugye aktualizálni kellett, és a közbeszerzési szabályozatot ezért kell elfogadni annak megfelelően, ahogy a jogszabály előírja. Erről lenne szó.
Köszönöm szépen. Következő napirendi pont a lakásbérbeadással kapcsolatos procedúrák. Most ugye a lakásbérbeadásával kapcsolatosan ugye a szolgálati lakásokról van szó kizárólag. A szolgálati lakásokban is kettő. Az egyik a Rákóczi, a Kossuth-Lajos utcában lévő lakásunkról, a másik pedig a Bagony utcában lévő lakásunkról van szó. És jegyzőasszony szinten ismerteti ezt a... Rendben. Tehát jelenleg a Kagari utcai szolgálati lakásban a vezetőjogunk lakik, és az új körzeti megbízottunknak kell szolgálati lakást biztosítanunk, és a jelenleg üresen álló Kossuth utcai szolgálati lakást kellene kijelölni a számára a testület által, hiszen ez a feladat a testület a vagyonrendelet szerint, tehát a szolgálati lakás bérlőjének kijelölése. Na most a bérlet az 2019. április 15-től indulna, tehát a szerződést azt kötnénk meg velük, és december 31-éig szólna. Bár még lesz változás valószínűleg az ügyben, tehát ez egy előzetesen ezt így kérnénk megfogadni a testületnek, hogy akkor a közvetlen megbízottunk kerülni a kagarincetek részvonalati lakásba április 15-től, és a vezetőhónő pedig a Kossuth utca 2 szolgálati lakásban. Tehát erről kéne most önnel gyakorlatilag. Ezek a, igen. Bocsánat, még egy dologról beszéltünk, hogy ugye a bérleti díjakon el lehet-e gondolkodni, hogy a KMV-sünknek kötelező-e bérletet fizetni, vagy nem. Tehát még ez felmerült, erről kéne esetleg még beszélni és dönteni. Mindenképpen döntés kell a mai napon. Annyit tudok elmondani, hogy egyszerűbb eset lett volna, hogy már elmondtam, hogy ha a rendőr nem kutyával érkezik, hiszen akkor a Kossuth utcába került volna a kiérkezésre. Meg ideiglenesen elkezdtük képíteni a kutyának a kennelt az udvarba, de ő neki meg kellett hivatalosan kérni a kutya elhelyezéssel kapcsolatosan azt az állásfoglalást, amivel a kapitányság nem hagyta jóvá. Ez azt jelenti, hogy társasházban lévő udvarban rendőrkutyát nem lehet elhelyezni, mert egy ingatlanban csak a rendőr és az ott lévő rendőrkutya tartózkodhat, tehát több személyi társasházi viszonyban nem lehet elhelyezni, akkor ez Tornó volt, és akkor így került oda az a tematika, hogy akkor a vezetőjogónőt átköltöztetjük a Kossuth utcai lakásba, és a rendőrt ideiglenesen pedig a Gagarin utcába fogjuk elhelyezni. Hangsúlyozom, hogy ez ideiglenes megoldás, viszont ezt április közepéig meg kell lépnünk, tehát nem ez lesz a végleges felállás, azt majd ismertetni fogom a képviselőtestülettel, hogy miért nem. Most jelenleg ennyi, hogy a pár héten belül le kell zajlódni ennek az ingatlan cserének, és az ígéretünk hívben a közvetlen megbízottnak lakást kell biztosítanunk. Ennek a dátumnak április 20-a, úsznek megelőző nagypéntek az időpont. Most ő azért nem tud ezen részt venni, hogy 3 hetes tanfolyamon van, de mindenről tisztában van, és képben van már az óvodavezető is, és a rendőr is. Ennek a testület által jóváhagyott lakásbérleteknek követően abban a pillanatban megkezdődnek a költözéssel kapcsolatos feladatok, mert az önkormányzatnak is vannak itt feladatai, hiszen mind a két lakás nem üresen áll, és a vezető óvodőnek is, valamint a körzeti megbízottnak az ide költözésével kapcsolatosan is kell segíteni az önkormányzatnak az ígéretéhez híven. Tehát ennyit tudok most jelenleg elmondani. Kérdés? Azzal kapcsolatban, hogy felvitt egy pedagógus lakja a másik szolgálati lakónak a költözése, most nem most akkor a bírálatban? Most nincsen. Majd testületi ülés után, vagy a testületi ülésen kívül fogom tájékoztatni a képviselőket erre a dologról. Most jelenleg nincs. Tehát ő kettőket érinti. Igen? És akkor azt gondoljuk, vagy gondolom én legalább, akkor hogy felvetés volt ez a bérdíjnak a kérdése. Minek? Bérdíjnak a rendő részéről, akkor azt támogatnánk? A javaslat... Én támogatnám. Először a javaslat az a... Igen, ez a javaslat először a bérletek megállapítása, tehát arról szavazon először a képviselőtestület, hogy ezeknek a költözéssel kapcsolatos bérleti szerződéseket tudjuk megkötni. Erről kell először szavazni, hogy ha ezzel egyetértenek, ezzel a jelenlegi döntéssel, akkor arra, ha egyetértenek, akkor képviselő.
képviselőtestület tagjának a készfenntartása jelezzék. Úgyhogy ezzel egyetértenek. Köszönöm. Most pedig visszatérnénk arra, hogy a bérleti díjjal mi legyen. Van már erre precedens, hiszen a körzeti, a házi orvos sem fizet bérleti díjat, csak rezsi költséget. A mi javaslatunk az, az első időszakban december 31-ig, hiszen most jelenlegi állapotban azt kell tudni, hogy mire átíródnak a közművek. Ez úgy lesz, úgy történik meg fizikailag az önkormányzatnál, hogy a Kossuth utcai szolgálati lakásunk is az önkormányzathoz tartozik, és az ott elfogyasztott használati díjat és bérleti díjat mi tovább számlázzuk az ott lévőnek. Ha a Gagarin utcai lakás visszaszáll az önkormányzatra, tehát nem egy újat teszünk bele, visszaszáll az önkormányzatra, és szintén tovább számlázott szolgálatosról lesz szó, mert a változásokat érintően lehet, hogy 2-3 hónapira átfut, és nincs értelme. Tehát mind a kettő az önkormányzathoz lesz, és tovább szolgálat, tovább számlálásra van lehetőség, nem jogszabály ellenes, volt már a precedens, de ez csak a technikai részét mondtam, a körzeti megbízottnak a bérleti díját december 31-ig szeretném, ha előzetesben ne kelljen bérleti díjat fizetni az önkormányzatnak. Ezt majd meglátjuk, hogy hogyan hagyják jóvá, hogyan nem hagyják jóvá, hogy nézik a kapitányságon, hogy nem. Azért, hogy miért teszem ezt a felajánlást? Azért, mert a körzeti megbízottnak a támogatására már annak idején, amit eszközöltek a települések, hogy bizonyos összeggel támogatják a körzeti megbízottot, ezt nem lehet. Központi alapba lehet adni a támogatást, az meg, hogy visszakerül-e vagy nem kerül vissza, a körzeti megbízottak a véleménye szerint ebből ők nem sok mindent láttak. Egyéb más szolgáltatásra nincs lehetősége az önkormányzatnak, viszont ezt a gesztust úgy gondolom lehetne gyakorolni. Nem egyed eset, azt hiszem a legutolsó körzeti megbízottnak az itt léte alatt sem kellett lakásbérleti díjat fizetni. Ez egy más hordelei dolog, nyilván van, nem lesz ennek ellenkezője, de igazándiból ennek ezt az önkormányzat képviselőtestületének ez egy javaslata. Ezzel élhetünk, vagy el is utasíthatjuk, jelenleg még nincs semmi tájékoztatás nem történt erről a dologról. Ez egy felvetés, ezt a képviselőtestület döntse most el, hogy megadjuk, vagy nem, hiszen a bérleti szerződéseket így kötnénk meg. Erről döntsön a képviselőtestület. Most jelenleg. Vagy észrevétel, javaslat van-e más esetben? Tamás mondta. Költségtől nem tud eltekinteni az önkormányzat. Én. Tehát lakást biztosítjunk, meg kell mondom, hogy volt, hogy ezt térítésmentesen biztosítjuk. Jó. Jó, akkor ha más vélemény nincsen, akkor felteszem a kérdést, hogy amúgy a képviselőtestület egyetért azzal, hogy a lakásbérleti szerződés lejáratáig, tehát 2019. december 31-ig a körzeti megbízottnak az ingatlan a bérleti díj alól felmentjük, azt kérem, hogy ezt köszönöm szépen. A következő napi rendi pont a TEI csatlakozási procedúrája hogy áll. Ugye Madocsa, Györkügy és Dunapataj esetében megtörténtek a csatlakozási szándékok, kérelmek benyújtásra kerültek. Jelenleg a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal megvizsgálja ezeket a csatlakozási kérelmeket. Hogyha ezt jóvá hagyja, akkor társulási megalapodásokat jóvá hagyták a képviselőtestületek, lassan visszaérkezik minden onnan, mert el március 31-ig a határidő. Ha ezek a minőségek többséggel megfelelnek, nem is meg tudomásom róla, hogy mindegyik lenne. Ha a testületek minőségi többséggel jóvá hagyták, akkor a Bács-Kiskun megyei kormányi hivatal ezt a módosítást, a társulási megalapodás módosítását fogja jóvá hagyni, és akkor teljes taggal 2019. május 1-től a TEI társulás 13 tagtelepülésre, 16 tagtelepülésre bővülne. Jelenleg ezek a folyamatok zajlanak. Két szerződésünk is van, az egyik az RHK
KFT-vel történő szerződés, ugye, amiről a település anyagi forráshoz jut. Jelenleg nincs aláírt szerződésünk, mert más államtitkársághoz, más minisztériumhoz tartozik. Reményeink szerint még márciusban ezen a héten, vagy jövő héten aláírásra kerül a 2019 évi szerződésünk. Valamint jelenleg nincs aláírt szerződésünk, még a Paksa tömörőművel sem. Ezt is egy-két héten belül azt mondták, hogy aláírásra kerülnek. Ezek az összegek azok, ami változtatás nélkül ugyanazon összegekre vagyunk jogosultak, függetlenül, hogy három tagtelepülés csatlakozott a TEIT-hez. Tehát ezek a szerződések előkészítésre, vagy előkészítésen túl vannak, aláírásra várnak a megfelelő hivatalokban. A következő napirendi pont, amiről szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, a járdaberuházás elkezdődött, ami a beszerzés alatt áll. Ugye itt kiértesítettük a múlt héten az érintett lakosokat, ingatlan tulajdonosokat, melyben jeleztük, hogy ezen a héten hétfőtől május 31-ig kérjük a türelmüket és a megértésüket, hogy a járdaberuházások elkezdődnek és befejeződnek. Az első szakasz az az Aradi utcában kezdődött, a tegnapi nappal, vagy nem, múlt hét csütörtöki nappal. Erre közmunkaprogramot is írtunk ki, amely a célt szolgálja, hogy a járdalap felszedése, a kocsira való helyezése, az épplapoknak az a mi feladatunk, hogy az az épplapok, aminek komoly anyagi érdeket képvisel, és azok bekerüljenek a művelési házra kijelölt parkolóba, van a depózás, ugye az ezelőttieknek is, azért mi vállaljuk a felelősséget, valamint a betontörmelékedést szintén oda visszük, mert ez darálásra kerül és építési törmelékként, veszélyes hulladékként számít. Tehát ezért a mi felelősség, az összes többi nem. Ezt vállalta az önkormányzat magán a közmunkaprogramban. Tehát a járdalapoknak a beszedése és a bedepózása a saját területünkön, mert akkor biztos odaérkezik a mi tulajdonunk, ahova kell. Tehát ezek megkezdődtek, május 31-ig kérjük a türelmet. A következő napirendi pont az orvosi ügyelet. Az orvosi ügyeletről kapott tájékoztatást a képviselőtestület, megkapta ezt az anyagot? Nem. Kértünk a Paksi Kistestületről az orvosi ügyeletnek a finanszírozásával és egyáltalán, hogy milyen úton és módon veszik ezt igénybe. Most jelenleg ugye ennek az orvosi ügyeletnek a hozzájárulását kérte az orvosi ügyelet, hogy ennek a díjnak az emelését szolgálmazta, hogy jó lenne, hogyha megemelnénk ennek az orvosi díjnak a mértékét. Ezzel a polgármesterek effektíve nem értettek együtt, mert a kimutatásban, amit akkor kaptunk, azt nem látjuk, hogy ennek a nagy része nem is a Paksi kistérséghez tartozó ügyfelek vették igénybe, és ehhez kértünk egy kimutatást. Erről még mindig csak tájékoztatást adok, és nem tudok arról beszámolni, hogy ezt meg fogják emelni, vagy nem. Csak egy kimutatást kértek. A kimutatásban az szerepel, csak tengelyzet fogom felolvasni. A 2018-as évben, tehát január 1-től december 31-ig a betegforgalmat mutatták ki a kérésünkre. Tengericen az ambuláns betegforgalma 111 ember volt. A hívás 63 esetben történt meg, a tanácsadás az 14 esetben történt meg. Az országos mentőszolgálatot, a mentők hívása 10 esetben történt. Az átadott betegeset az egyetlen volt, 15 volt a kórházi eset, és a 15-ből 5 volt a kórházból való elbocsátás. Összesen 188 esetben történt a 2018-as évben a kérés, az ügyleti kérés. Ebből felnőtt 122 esetben, a gyerekeknek 52, indokolt eset 76, és itt van egy nagyon nagy szám, 188 esetből 98 indokolatlan esetben kérték az ügyeletnek a szolgáltatását. Ebből egy kicsi eset, hogy szocotthon pedig 5 esetben volt, amikor igénybe vették a szocotthon, tehát nem volt nem a tengeci lakosok, hanem a szocotthon, mint nyilvántartott intézmény történt. Csak nagyságrendileg mondom, tehát 188 esetből 98 volt az indokolatlan ügyeletnek a hívása, kiérkezése, mozgatása. Paks esetében mondom még csak ezt a számot, hogy miért nagyon elképednénk, 3651 esetből
indokolatlan eset 2285 volt Paks esetében is. Tehát így áll össze az a dolog, ami az orvosi ügyelet, a tűzoltóság, a rendőrség indokolatlan esetben történő riasztása, mozgatása, pénzszerdálás, más nem tudok mit mondani. Tehát az emberek a mai napig és az orvosi ügyelet diszpécseri szolgált, aki eldönti, hogy menjen, ne menjen az orvos, menjen a mentő, ne menjen a mentő, még mindig a 188 esetből 98 az indokolatlan jelenleg. Erre havi szinten 201 000 forintot költ az önkormányzat havi szinten, az 2 400 000 forintot fizetünk ki a paksi kistérségnek, azért, hogy a 188 esetből 98 indokolatlan. Az azt jelenti, hogy 2 400 000 forintból 1 300 000 forintot indokolatlanul fizetünk ki, de nem csak a anyagi oldalát nézzük, hanem amíg az orvos nem ott van, ahol kellene lenni, egy másik helyen van. Hát ez feltételes, hogy ez egy olyan kistérséggyűlésre a következőre olyan, én személy szerint azt fogom megfogalmazni, hogy az orvos által, vagy a szolgáltatás által kiadott pársoros tájékoztatóba kérjük, hogy írják le, hogy melyek azok az indokolt esetek, amikor írják, ezt az általunk egészségügyi intézményben, látogatott intézményekben helyezzük ki, ha csak 20 esetet megsporulunk, az a 20 eset is már teljesen más energiaalapokat fog működtetni az orvosi ügyeletnél. Ugye messze menőleg a környéken a legjobb orvosi ügyeleti szolgálat van Pakson, de ezek a számok alá támasztják azokat, amikor azt mondják az orvosi ügyeletnél, hogy ezek az esetek nem indokoltak. És azt azért ne kérdőjelezze meg egy laikus vagy egy beteg, hogy indokolt vagy nem indokolt. Azt hagyjuk azért az orvos asztalára, hogy indokolt vagy nem indokolt az orvosi ügyeletnél. Ja. Ki dönti ezt, ha valaki rosszul van, most tételezzük fel mindenféle jó szándékot, ha valaki rosszul van, rosszul érzi magát, nyilvánvalóan akkor, amikor nincs helyben orvos, kétségbeesésében fölhívja az ügyeletet, mert hiszen ez az első döntés. Igen. Ki dönt arról akkor, és milyen információk alapján, jön az orvos, vagy nem jön. Gondolom az alapján, amit a betelefonáló elmond. Ezek az esetek akkor azt jelentik, ez egy óriási szám, hát közel a fele, hogy kijött az orvos, megállapította gyakorlatilag a betegnek semmi baja nincsen, és elment magyarán dolga végezetével. Én próbálok olyan módon gondolkodni, hogy ebben a helyzetben kerülök, ne legyen ez, de ebben a helyzetben kerülök, én sem teszek mást valószínűleg, mint fölhívom a diszpécser szolgálatot, és ez alapján valaki kijön. Nem tudom, nem is akarok így vitába szállni ezekkel a számokkal, mindesetre számunkra, ha ez valóban így van, akkor meghökkentő, és inkább azt támasztja alá, hogy az emberek nem gondolják át kellőképpen ilyenkor, hogy orvoshoz forduljanak, vagy sem. De ez két év. Én megítélésem szerint én ezzel nagyon óvatosan bánnék. Nem tudom, így mondani. Visszatérve ezek, amit a számokat, ami kimutatáson a betegforgalomnál, az ellátottak esete. Ez igaz, nem a diszpécser szolgált, akik igénybe vették, hanem a 188 esetből ugye az ellátottakat vetítette ő le. Tehát kijött az orvos, megállapított, hogy ő neki nem lenne a betegforgalomtól kapcsolatban. Igen, az nincs kimond. Lázas és kihívja a lázas és szombat este hívja ki az ügyeletet. És ez csak péntek estétől vasárnap estéig. Semmi más. Azt nem tudjuk, azt nem nincs kimutatva, hogy mennyi a felnőtt téves riadalom és mennyi a gyermeké. Ugye a gyermek 52 az ellátott, 122 volt a felnőtt. Tehát nagyságrendileg nagyobb, de ez nincs kimutatva, hogy melyik. Csak egy számot írtak le. Viszont ez biztos, hogy ezeket a számokat nem tudjuk megkérdőjelezni, mert az, amikor megtörténik az ellátási procedúra, jegyzőkönyvet kell bevenni. Az egy másik kérdés, hogy én sem tudom, azt nem tudom megkérdőjelezni, amikor az orvos azt mondja, hogy indokolt, vagy nem indokolt. Én nem kérdőjelezhetem meg azt a dolgot. Ez két élő dolog valóban. A tanulság az, hogy mielőtt ügyeletet hívunk, hívjuk egy orvost.
Én biztos, hogy javasolni fogom, mert most nem mosoroltam fel az összes többi település, de most megkapták a kollégák a napokban. Itt mindenki azért elképett, és nem én egyedül, nem beszéltem még más kollégával, de ha ennyi pénzt kifizetünk egy jó orvosi ügyeletért, akkor az a minimum, hogy a szolgáltatást végző nekünk adjon egy olyan tacepaut, ami egy iránymutatót, ami nekünk nem kerül energiánkba, az összes olyan intézményünkbe, akár egy újságunkba, ami kimegy negyed évente egyszer, azt a 30 mondatot leírva nem lehet nekünk amellett elmenni, hogy azt írjuk le, hogy mely esetekben tartozik az orvosi ügyeletre, melyre sem. Nyilván ez is szubjektív, majd eldönti a beteg, hogy figyelembe tartja-e vagy sem, de ez a szám arra utal egy városi szinten is, hogy több mint 2000-en nem indokoltan hívták, hogy lehet, hogy nem abban az esetben kellene az ügyeletet hívni. Ez most nem akarok én ebbe venni, majd ez a kistérségi polgármestereket képbe fogja hozni ennek a szolgáltatónak a... Nagyon nehéz dolog, de nyilván, hogy ezen a számon valamit faragni kell, mert ez egy nagyon-nagyon csúnyán mutat. Jó, tehát erről szerettem volna, ezt most kaptam meg különben. A következő azt mondja, hogy a temető ivóvíz kiváltása. Ez a projekt, ez jövő héten fog megkezdődni. A kivitelezővel már megkötöttük a szerződést, mivel aktuális és a tengeri temetőben jelenleg nincs víz. Azért nincs víz, mert hogyha rányítnánk, akkor jelenleg is csőtörés van a föld alatt. De teljesen új vízhálózatot kell kiépítenünk a meglévő, a bejövő aknától valamennyi vízcsapig kell elvinni az új vezetékelést. Erre a költségvetésben már elfogadtuk az összeget. A kivitelező jövő héten kezd, és azt mondta, ő egy pár nap alatt ezt rendbe fogja tenni. Egy kis felfordulást tesz, de ott majd a fiaink segítenek ebben a dologban. Tehát az a lényeg, hogy teljesen új vízvezeték, tartály van kihelyezve, mindaddig tartály az kihelyezve, amíg a vizet rá nem tudjuk nyitni. A vízvételi pontokhoz nem nyúlunk, tehát az olyan, azok a vízvételi pontok maradnak, mint ami eddig is volt. Jó? Megnézem, hogy van esetleg. Jelző azt mondja, kérdezném, van-e esetleg más? Igen, még egy kérelem, ez nyilvános ügyes, ugye? Igen. Még egy előterjesztés van vita, az ingatlannal kapcsolatos visszavásárlási jognak a törlését kezdeményezte egy tengerici lakos, a Schmidt Melinda, Tengerész Móra Ferenc utca 11 szám alatti lakos a kérelemre érkezett, ugye? Ez előterjesztés van a képviselők, miért van? Most jó, akkor azt megvárom, még elolvassák, hogy, vagy közben átadom a jegyzőnek a szót, hogy ismertesse, akkor azt még elolvassák a képviselők. Jó. Mivel az önkormányzat tetette rá annó a visszavásárlási jogosultságát erre az ingatlanra, mert hogyha a vásárló nem teljesítette volna a beépítési kötelezettségét, akkor az önkormányzat jogosultat volna azt a telket visszavásárolni. Na most időközben természetesen felépült a lakóingatlan, viszont az ingatlan nyilvántartásban még szerepel teherként ez a visszavásárlási jog, és ezt most szeretné a kérelmező, ha töröltetni az önkormányzat, és mi az önkormányzat tetette rá, az önkormányzatnak kell hozzájárulnia ahhoz, hogy visszavásárlási jog lekerüljön, ehhez kellene egy testületi döntés. A többit pedig akkor az ingatlan nyilvántartásban mi ezt rendezzük. Én még személy szerint nem találkoztam az a pár év alatt ezzel a visszavásárlási joggal, nekem teljesen új volt ez a fogalom. Meg is kérdeztem jelzőszön, hogy több ilyen miért nincsen. Mondta, hogy valamelyiknél ugye a valószínű, a földi volt, abban törlődött, mert jelzálók hitelt vettek fel, vagy nem tudjuk, hogy miért maradt ez rajta. Ez annak idején, amikor lettek értékesítve, nem tudom, még a 90-es évek. 90-es években ez rajta. Ez volt, és akkor ez így valami miatt nála rajta volt, de nyilván ő nem tudja most a saját dolgait intézni, amíg ezt törvényesen nem mondjuk vissza. Hát erről van szó, semmi különös. Ezt a jegyzőasszony körben járta, jó? Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, hogy ezt a feltárással elezze. Köszönöm szépen. Más napi rendi pontról nem tudunk beszámolni. Következő testületülés április 30-ára tervezzük.
a, most a beruházások és egyéb más közbeszerzés nem szólhat bele, elméletileg, nem is akarom. Nagyon. Hatottuk, hogy hogy érjük ki a közbeszerzést, hogy mikorra érkezzenek, jó, akkor az ajánlatot, akkor azt most úgy kérem, hogy a testületi, a követelő testületi ülésre legyen a kiírások, hogy ne kelljen külön testületi ülést összeírni. Jó? Nagyjából április vége felé lesznek meg a pályázati döntések is. Jó? Oké, köszönöm szépen akkor a figyelmet.